Nem mindegy, hogy hogyan éljük az életünket. Szegénység, gazdagság, egyszerűség, bonyolultság. Ez nem csak magad szempontjából fontos kérdések, hanem a társadalmat, a közösséget érintő életformák. Bármilyen életet is elképzelsz magadnak, ahhoz keresel, és találni is fogsz valamilyen példaképet. A kérdés az, hogy te találod meg, vagy elég hogy megfogalmazzák benned a célokat. Sokat hangoztattam azt, hogy nincsenek példaképeim, és ebbe beletartozik az is, hogy követtem a tanítomat, illetve nagyon sok embertől tanultam, tanulok jelenleg is. Ők nem a példaképeim, hanem nélkülözhetetlen segítségek az életem éléséhez. Mégis vannak olyan emberek, akikre sokat gondolok, szinte irigyelve az életük néhány aspektusát. Kicsit ugrándozok az emlékeim között, de a végén majd összeszedem. Kezdjük a pólommal, amit körülbelül tíz éve vettem. A színe már megfakult, viszont nagyon szerettem hordani, azért leginkább csak Szoktam, most direkt fölvettem ehhez a vloghoz. Amikor megvettem, luxus számított, és nagyon sokat elgondolkoztam azon, hogy megéri az árát. Tudom, hogy legalább tízszer több vettem meg, mint amennyiért előállítják. Egyébként kivételesen ez valóban egy jó anyagból van. Tíz évet kibírt, a színe nem annyira, viszont az anyaga igen. Akkoriban nem azért vettem meg, mert tudtam, hogy értékes és sokáig ki fogja bírni, hanem a márkája miatt, mert ez menő volt. Tulajdonképpen így kopottan, sokkal értékes lett nekem, mint újonnan volt. A másik belövésem, hogy aki ismer, az nagyon jól tudja, hogy a technikát nagyon szeretem. Szeretem az alkalmazhatóságot, a dizájnt, a megoldásokat, lenyűgöznek a fényképezőgépek, az optikák, a kamerák. Nyilván az autók is érdekelnek valami, és de inkább arra való nekem, hogy egyik helyre eljussak a másikba, attól függetlenül is, hogy amint megtehettem, már nem az alapautót vettem meg, hanem valamilyen tuningolt változatot készítettem. Ez is benne van a személyiségemben valahol, hogy bármit, amit megveszek, azon változtatni kell, és ezt vagy a dizájn vagy a praktikum irányába szoktam megtenni. A dizájn számomra egy önkifejezés, amelyel mindig több dolgom lett, mint amennyit elbírok, vagy amennyi szükséges mondjuk valamilyen eredményhez. A praktikum viszont egy olyan törekvésem, amely kikristályosodott bennem úgy 8 éve. Azóta mindig az a cél egy vásárlásnál, hogy használható legyen az a dolog, amit megveszek. Most sok évvel ezelőttre ugorjunk vissza, körülbelül akkora, mielőtt még megjelentek az iPhone-ok. -ok. Megjelentek azok a kis kütyük, a tabletek elődjei, amelyek meg tudtam fogalmazni bizonyos dokumentumokat, és el is tudtam küldeni akár e-mailen keresztül. És közben ott volt bennem az állandó vágy, hogy fotózzak, akár dokumentálás, vagy valamilyen művészi önkifejezés céljából. Tehát volt nálam mindig három kütyű, egy tabletszerűség, egy telefon és egy fényképezőgép. Arra gondoltam, és az volt a vágyam, hogy mi lenne, ha ezeket a kütyüket valaki, valamelyik cég egybe rakná, és egy készülékként adná ki a piacra, mennyire praktikus lenne. Tudnék fotózni, dolgozni, telefon Pár év múlva megjelent az iPhone. Ebből nem azt akartam levezetni, hogy én találtam föl, hanem az, hogy nagyon sok ember küzdött ezzel a problémával, és megfogalmazódott sok mindenkiben, és az Apple-ben is az, hogy mi lenne, ha ezt megoldanák. Szegény gyerekként nőttem föl, sosem éheztem, és sosem éreztem magamat szegénynek, csak azt láttam, hogy bizonyos dolgokat mi nem tudunk megvenni, mások viszont igen. Természetes, hogy vágytam gazdag dolgokra, jó ruhákra, hifi toronyra, autókra, és ezeket az életem során meg is szereztem mindet. Nem is akármilyen szinten tulajdonképpen túllőttem a célokon, és majd ezek fejlődtek vissza a praktikum oldalán. A luxus megfogalmazódott bennem Kánban 18 éves koromban, amikor a kikötőben állva néztem, ahogy egy jakton vacsoráznak a gazdag emberek. Anyám állítása szerint ott álltam, bámultam őket, megkérdezte, hogy mit nézek, és azt mondtam, hogy a gazdagokat, és majd én is ilyen leszek. Ez a kép egy kicsit megtévesztő, mert Kánban úgy jutottunk el, hogy anyám még előtte egy évig spóroltak, majd utána két évig, hogy eljuthassunk egy varburgal, aminek a csomagtartójára volt felszerelve egy másik fél varburg, hogyha elromlik, és egy csomó minden kemping felszerelés. Életem egyik legjobb túrája volt, és az elmúlt években fogalmazódott meg bennem, hogy valami ugyanígyesmit szeretnék megint csinálni. Na, a lényeg, hogy a luxus füstje megcsapott, és ez biztos, hogy rányomta a bélyegét az életemre. Ettől függetlenül nem kerestem és nem tettem sokat érte, hogy a luxusban érjek, mert sokkal boldogabb voltam akkor, amikor alig volt pénzünk hóvégén, hogy vegyünk valamit a boltban. De amikor több pénzünk volt, nyilván jól esett, hogy bármit megvehettünk, de nem tettem semmi pluszt azért, hogy luxusban éljek, az nem érdekelt azért annyira. Amikor éppen anyagilag feltörőben voltunk, akkor elmentünk vacsorázni egy ügyfelemmel, később barátom lett, és ő bélszint rendelt. Én nekem a rátott hús is húzos volt, és megtisztelő, hogy meg tudtam venni. Azt mondta a hogy akkor, amikor ő gazdag lett, áldom bélszint evet, és azóta is bélszint eszik, és higgye, mert semmit nem jelent, előbb-utóbb meg fogom unni, és ő is most már unja. De valamiért még mindig ezt csinálja, mert ettől érzi azt, hogy gazdag lett, de ez csak a volt szegénységből fakadó hülyeség. Szerintetek később mi volt az, amit éveken keresztül megrendeltem az étlapról? A munkám folyamán erős luxus körülmények között értem és élveztem is. Akkor sem volt célom, és magam miatt ezt nem tettem volna meg, még akkor sem, hogy ha akkor ezt eladtam magamnak, és tényleg valóban élveztem, és nagyon jó volt. Abban a pillanatban, amikor véget ért ez a munka, nem azért mondtam le róla, mert nem volt rá pénzem, hanem azért, mert valóban nem kellett nekem, és mindig visszavonultam egy nagyon egyszerű életformához. Egyszer csak kiköltöztünk Los Angelesbe, és Amerikáról azt kell tudni, hogy mindenkit elvarázsol, és mindenki el is csúszik rajta. Általában az emberek kifordulnak magukból, mert olyan hatása van Amerikának, úgy hat rád, hogy teljesen más életet szeretnél élni, mint ami a saját életed, és mész a luxus felé, a hülyeség felé. Én megcsömörlöttem Amerikától és az ottani gondolatoktól, és magától a luxustól is. Éveken keresztül képtelen voltam belül olyan étterembe, ahol fehér ablós volt és boros poharak az asztalon. Az egyszerűs hangulatos helyeket kerestem, és az öltözködésem is erősen megváltozott. Rengeteg luxus holmén volt, például ez a póló is oda tartozott, és ezeket nem nagyon hordtam, de ezt a pólót nagyon sokat. Ez nem igénytelenségből fakadt, hanem praktikus és kényelmes dolgokat hordtam. Nem foglalkoztam az önkifejezéssel, hanem szélsebesen haladtam a praktikum és az egyszerűség felé. Most érkeztünk el a példaképemhez, Barbiehoz. Barbie számomra megmutatta a sok-sok kanyarokkal telirakott, élet elképzelésem letisztult változatát. Azon szerencsés emberek közé tartozom, akiknek a házvezetője Barbie volt. Barbie nagyon egyszerű életet élt, és csak egyetlen egy dologra koncentrált, hogy azt csinálhassa, amit szeret csinálni. Ez nem mindenki számára megfelelő életmód, például az én számomra sem, viszont rengeteget tanultam abból, ahogy ő éli az életét, ahogy ő csinálja és megszervezi azt, hogy nap mint nap mit csináljon. Egy dologra koncentrált az, amit szeret, az megtörténjen, és mindent ennek rendelt alá és ápolásból ért, és hetente csak néhány napot dolgozott, pont annyit keresett, amennyiből finanszírozza az életét. Az élete egyszerű, a párjával él egy néhány nézetméteres lakásban, és egy kis szekrényi ruhával kettőjüknek. Szerintem a gardrobon volt akkor, mint az ő lakásuk. A hobbija az volt, hogy a hegyekben kiránduljon, és minden nap az óceánban tudjon úszni. Nem rossz, és ez azt is meghatározza, hogy hol élj, és ő az óceán partján ért. Két lényeges momentumot szeretnék kiemelni, az egyik a telefonja ami egy 31 tízes lehetett, és akkoriban már rég-rég senkinek nem volt ilyenje. Egyszerű, mert ő föl tudta hívni azt, akit akart, és én is el tudtam érni a telefonom. A bluetooth zárammal nem volt kompatibilis, úgyhogy külön megoldásokat kellett csak arra kitalálni, hogy ő bejuthasson a lakásba. A másik az öltözködése. Nagyon sokat láttam új ruhákba, pedig erre nem költött szinte semmit. Gyakorlatilag minden évszakban beadta Turiba az akkor éppen hordott ruháit, és megvette az aktuális évszakra jellemző ruhákat, és a következő évszakváltásnál már megint azokat beadta a turiba, és vett másokat. Így nem gyűlt föl sok ruha, és mindig más és más ruhája volt, tehát az egyik nyáron ilyen ruhái voltak, a másik nyáron olyan ruhái voltak. Ki van elégítve a vásárlási ösztön? A mai napig is irigylem őt, hogy ezt meg tudja tenni. Rendben, más életet élek, nem lehet egy az egyben rám húzni ezt az egészet, de rengeteget tanulok ebből, és nap mint nap ott van a fejemben, hogy hogyan tudjam az életemet olyan egyszerű és praktikussá tenni, ami kiszolgálja az én életemet és az én célomat, és kiszolgálja azt is, hogy semmilyen fölösleges dolgot nem csinálok. Mindenki a saját életét és célját kell élje, és tegye ezt úgy, hogy a lehető legegyszerűbb és a legpraktikusabb legyen ahhoz, hogy boldog életet élhessem.